Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. A mai műsorunknak azt a címet is adhatnánk, hogy Fehérvári beszélgetések zenével a Rock'n'Roll jegyében. Mert hogy vendégem Bokányi Zsolt kollégám, akiről elmondhatjuk, hogy zenész, műsorvezető, hangtechnikus, és sorolhatnám még a sok mindent, amit el lehet rólad mondani, de azt mindenképpen elmondhatjuk, hogy másodszor beszélgetünk itt, és beszélgetésünk témája két új klip, illetve témája az, hogy úgy döntöttél, hogy egy picit pihenteted a rock'n'rollt, amióta utoljára beszélgetünk, még mindig itt tartasz. Igen, szeretettel köszöntöm a televízió nézőket, illetve hát téged is. Köszönöm, hogy újra itt lehetek ebbe a műsorba, és beszélgethetünk. Nagy dolog azért, ezt tegyük rendbe, tehát hogy volt annyi témánk, hogy egyáltalán újra be tudtunk ülni ebbe a beszélgetésbe. És igen, a dolog nem változott az alatt az egy hét alatt sem, amióta nem beszélgettünk, de akkor is elmondtam, most is elmondom, hogy csak ezt a rock'n'roll életet teszem le egy picikét, ami már úgy gondolom, hogy sok szempontból nem összeegyeztethető azzal, amit én manapság gondolok, vagy képviselek. Tehát ezt a rock'n'roll dolgot tettem le, és akkor, ahogy említetted, és ez abszolút így van, kettő videoklippel búcsúztam, vagy búcsúzom ettől a korszaktól, és ma azt kérted, hogy lírázzunk, tehát hogy ma legyünk egy kicsit ilyen lírai hangulatúak, úgyhogy ma úgy döntöttem, hogy amellé a klip mellé, amit majd a végére terveztél, vagy úgy szerkesztetted, hogy a végén legyen adásban, amellé hoztam egy régi lírámat, ami a Miért névre hallgat, vagy Miért címre, úgyhogy két nagyon szép lírai klippet hoztam ebbe a beszélgetésbe, meg egy rakat képet, amiben megegyeztünk. Amellett, hogy tisztelek és becsüllek ezért a bátor döntésért, sokan elfeledkeznek erről, hogy meg kellene hozni, amellett azért azon gondolkoztam, hogy te, aki évtizedeket töltöttél a rock'n'roll jegyében, minden téren, mert valamelyest az életviteletbe is beleitta magát, biztos, hogy nem vagy könnyű helyzetben. De tényleg, mennyire éltél te rock'n'rollként? Múltkor beszélgettünk róla, hogy egy ilyen kétlakiság ez egy picikét, tehát ugye fölmész a színpadra, te vagy a bohóc, te vagy a azt hiszem, úgy mondtam, pojáca, ugye? Tehát azt mondtam, én vagyok a rock'n'roll pojáca, fölállok, és aztán, amikor lejövök a színpadról, akkor azért valamilyen formában hétköznapi létformát veszek fel, de tőlem nem állt távol, ahogy mondtam ezt múltkor is, tehát az a fajta rock'n'roll élet, amit ebben a zenei stílusban élni lehetett vagy kellett, ezt mindenki döntse el magának, hogy lehet vagy kell. És én azért éltem ennek az életnek a savaborsát is, tehát én azért próbáltam ezt annak idején gyakorolni. Nyilván ebbe sok mindent beletehetünk, tehát ahogy szokták mondani, a rock'n'roll egy életérzés, és én igen, nem titkolom, de ma már nem vagyok annyira büszke rá, éltem ennek a rossz oldalával is, tehát mire gondolok itt, ugyanúgy éjszakáztunk, csavarogtunk, piáltunk, hát, hogy biblikus legyek, tobzódtunk egy picikét, és ezek nem, tehát hozzátartozik, hogy ezek nem voltak olyan drámai dolgok, tehát ma ugyanúgy elmegy bárki kocsmázni egyébként, ha és amelyben nyitva vannak a kocsmák, és van erre lehetőség. Csak ma már ez nem hiányzik, tehát ezt a fajta részét elengedtem, tehát jó fiú lettem, lehet, hogy ez a... Nem tudom. Maradjunk még egy kicsit a rock'n'rollban úgy, hogy az öltözékről is beszélnünk kell, hiszen nagyon sok zenész van, aki a hétköznapi ruhájába simán fel tud lépni az ő stílusában a színpadra. A rock'n'roll megkövetelte azt a stílust, amit képeken is tudunk mutatni, a kedvenc sárga és piros zakó, ami nekem nagyon tetszett, ez egy dolog. Kollégáink segítenek és meg fogják mutatni majd ezeket a fotókat. Ezt az öltözéket mennyire tudtad magadévá tenni? Nekem ez sem volt testidegen, de az nagyon fontos, hogy én például nem tudtam volna elképzelni, hogy civilbe álljon fel a színpadra. Tehát, ahogy te mondod, nagyon sok zenésznek a harmadik, vagy egyáltalán lehet, hogy meg se fordul a gondolataiba, hogy átöltözné. Meg mindig úgy gondoltam, hogy tiszteljük meg a közönséget azzal, hogy nem a civil kinyúlt pólónkban, használt cipőnkben és a többi állunk fel a színpadra, hanem igenis adjuk meg a módját annak, és nekem volt szerencsém a legnagyobbakkal együtt dolgozni ilyen formában, tehát most nem csak a Komárékra és a Fenyőre gondolok, hanem nagyon sok kereskedelmi televízióban, vagy akár a Királyi TV-ben is, de rengeteg olyan műsorban kerülgettük egymást öltözőkben nagyon nagy régi vágású sztárokkal, akiktől én ellestem azt, hogy ők hogy készülnek egy ilyen műsorra, hogy tisztítják a cipőjüket, hogy rakja rendbe az akóját, hogy nálam például elképzelhetetlen volt a formációimban, hogy ne ruhazsákba hozzák a fellépők a ruháikat, tehát hogy ne legyen kivasalva. Szóval igen, én
ebben a dologban mániákus voltam, vagyok is egyébként, és szeretem, ha rendben vannak a dolgaim így is. Ha már említetted, hogy hova eljutottatok, ami kimaradt az előző műsorból, az külföld, hiszen külföldön is felléptetek. Erről muszáj mondjál néhány dolgot. Külföldezni, sárga taxival külföldeztünk elsősorban. A Boka és a Klikkel már nem mentünk a határon túlra, de a sárga taxival óriási élmények vannak. Kettőt emelnék ki, ami két nagyon-nagyon fontos állomás volt a mi életünkben. Az egyik az a Müncheni Városházán játszhattunk. Ez azért különleges dolog, mert a legjobb tudomásom szerint a Müncheni Old, tehát a klasszikus városházán senki nem játszott magyar zenekarként még előttünk, és szerintem azóta sem. Egyetlen egy magyar zenekarként jutottunk be, a Müncheni Városatyáknak volt egy valami nagy parti, és akkor mi ott játszhattunk nekik egy órás rock'n'roll műsort, és a másik pedig a ma már nem létező Kassel, vagy Kassel nevezetű hely, ez is Németországban volt, ahol volt egy magyar nyelvű iskola. És oda hívtak meg bennünket, óriási élmény volt, hogy Németország szívében magyaroknak zenélni egy magyar nyelvű iskolába, és ez tényleg egy kastély volt az egész, tehát egy ilyen olyan érzésünk volt, mintha 300 évet visszarepültünk volna az időbe, és egy ilyen jó kis régi kastély, elvarázsolt kastély hangulatba kerültünk, de ezen kívül voltunk Horvátországban, Szlovéniában, tehát olyan helyekre eljutottunk, ahová nem is gondoltam volna. Ez azt jelenti, hogy angolul is énekeltetek? Én elsősorban a rock'n'roll dalokat angolul énekeltem, és a saját dalainkat, illetve hogyha volt egy-két Komár vagy Hungária feldolgozás, nyilván azokat ugye magyarul, de azt mondják, a rock'n'roll nyelv az angol nyelv. Ha már saját dalokról van szó, a dalok szövegét is írod, nem csak a zenéjét szerzed. Mi hihlet meg, honnan merítesz? Ez megint csak egy nagyon jó kérdés, és azért nagyon jó kérdés, mert én nem az a fajta előadó voltam vagy vagyok, aki mondjuk megrendelésre tud írni. Biztos tudnék úgy is, de ilyennel nagyon ritkán találkoztam. Tehát, hogy tőlem azt kérték, hogy figyelj, adott egy téma, írjál rá egy dalt. Én általában mindig a saját életem dolgaiból merítettem. Azt szoktam mondani, hogy ha valaki végighallgatja a lemezeinket, belehallgat, nem tudom én, dalainkba, vagy megnéz egy videóklipet, akkor egészen jó meg tud ismerni. Tehát én nem kitalált történeteket írtam meg, nem fikciókat írtam meg, hanem az életem dolgait néha egy kicsit kiszínezve, megcsavarva egy picikét, de általában ezeket írtam meg. Tehát a kérdésedre a válaszom nagyon egyszerű, banális, az életem dolgait írtam bele a dalaimba. Azt mondtuk, hogy a mai műsorban legyen líra. Mennyire érzed magad szerelmes típusnak? Jöjjenek a lányok. Alapvetően érzelmes típus vagyok, tehát még akkor is, hogyha ezt kifelé igyekszem nem mutatni, tehát az érzelmeimet úgy próbálom fegyelmezetten kezelni. Alapvetően igen, mélyen tudok szeretni, megvan ez a képességem, hogy ezt viszont hátra tudom húzni, és tudom magamban rendezni. Tehát érzelmes ember vagyok, de nem szeretem ezeket kimutatni. Tehát én nem ez a fajta vagyok, aki, hát ismersz a rádióban is, tehát néha úgy tűnök, mint a mogorva lennék, pedig abszolút nem erről van szó. Kezelem és rendezem az érzelmeket magamban, de ezzel együtt azért a pályafutásomat, ha valaki figyelte, az egyértelműen látszik, hogy nagyon sok szép lírai lassú dalt írtam, szövegét és hangulatát tekintve is. Úgyhogy tőlem nem állnak távol ezek a lírai érzelmek, és igen, hát tudok mélyen szeretni. Itt az ideje, hogy akkor mutassuk meg az egyik régebbi lírai dalodat kollégák segítségével, akkor nézzük meg ezt a klippet. Miért fáj ugyanúgy? Miért tép a szenvedély? Hisz elmúlt pár hosszú hét, hogy végleg elmentél. Miért kínos a vár, és akkor miért hazudtál, rég tudtam, már másra vársz. Én nem kellek már. We'll be right back.
szép volt, mint egy álom. Mégis elmúlt, véget ért. Az én hibám volt, már belátom. Ó, hogy akkor elmentél. Nos igen, hát a lányok, ez valakinek szólt? Hát Elton John, akitől nagyon furcsa ezt hallani, egyébként azt mondta mindig, hogy de ők is lehetnek szerelmesek egyértelműen, de azt mondta, hogy minden egyes szerelmi szakítás generál egy dalt. Hát esetemben igen, egy nagyon szép szerelem, hát vége után született ez a dal, amiben meg is fogalmaztam, hogy mert minden az én hibám, tehát én ezeket is egy elismergetem, hogy ha miattam történnek dolgok, és hát ebben a dalban igen tettem egy utalást arra, hogy az én hibámból véget ért valami, és egy lánynak szólt, igen. Igen. Ha egy jóképű fiatalember a színpadon áll, és ráadásul ilyen szenzációs dalokat énekel, főleg ilyen érzelgősen, akkor biztos, hogy a lányok lógnak a színpad előtt, és aztán lehet, hogy a színpad mögött is. Mennyire csajozós szerep ez? Ez egy furcsa kérdés, mert most valószínűleg két lány mindenképpen nézni fogja ezt a műsort, hogy a kislányom és a feleségem. Múltról beszélgetünk, nem ilyen. És nem akarom őket sem zavarba hozni, de nyilvánvaló, hogy hozzátartozik, hát ha már az előbb a rock'n'roll életről beszélgettünk, akkor hozzátartozott az életünkhöz az, hogy igenis azért követtek bennünket. Nem szeretem ezt a szót, hogy rajongók, de mondjuk voltak olyanok, akik tényleg ezt komolyan vették, hogy minket követtek. És igen, nem titkolom, voltak olyan lányok, akik közeledtek, szívesen közeledtek felénk, és én pedig azt mondtam az előbb, hogy Csibész mondjára kihasználtuk ezeket az alkalmakat. Igen, voltak lehetőségek, voltak alkalmak, voltak, amikkel visszaéltünk, de jelzem még egyszer, tehát azért ezt szerintem mi abban az időben 18-20 évvel korábban, vagy akár még messze visszamenve, azért nem csináltuk olyan pofátlanul és szemtelenül, mint ahogy ma egyébként vissza lehet ezzel élni, vagy legalábbis én a magam részéről. Azzal együtt is, hogy igen, sok hosszabb, rövidebb ideig tartó kapcsolatba belebonyolódtunk. Ha már lányokról beszélünk, akkor voltak lányok ugye a zenekarban is. Milyen volt együtt dolgozni attól kezdve egy színpadon, hogy már lányok is táncoltak körülöttetek?
Na hát a táncos lányok azok pontosan ugyanolyan fontos részét képezték a mi produkciójunknak, mint maga a külsőségek. Ők, és most ezzel nem pejoratív mondom, de ők nagyon-nagyon fontos része voltak a látványnak. Tehát őket tényleg szó szerint hát azért hívtuk és azért hoztuk be a produkciókba, mert ahogy mondtam is, neked nagyon fontos volt számomra, hogy mindig a legtöbbet tudjuk nyújtani a közönségnek, és mindig azt gondoltam, hogy egy ilyen show elemmel még több embert lehet odahozni, még több embernek tudunk hitelesebbek és látványosabbak lenni, és azért ne felejtsük el, hogy mondjuk 20-21 nehány évvel ezelőtt azért nem volt az a sok minden technikai segítség, ami mondjuk ma egy zenekarnak megvan, tehát ma mondjuk egy jó látványos fénytechnika és egy díszlet sokkal könnyebben elérhető, mint mondjuk 21 néhány évvel ezelőtt. És mi ezt megpróbáltuk a magunk módján, és gyönyörű lányokkal próbáltuk mindezt feldobni. Hát volt egy időszak, amikor a Csillagfény Táncklub teljes lánykara táncolt mögöttünk, közel 10 lány, elképesztő showműsort csináltak, megtanulva a koreográfiákat. Egyébként táncosokon túl voltak vokalisták is, akik a színpadon nem táncoltak, hanem énekeltek, de valahogy úgy jött ki a lépés, hogy például a Sárga Taxiban és egyéb formációimban is nem sokáig ragadtak meg a lányok énekesként, annál inkább táncosként. Képünk erről is van, hiszen vannak további fotóink, van, ahol a lányok körében vagy, ezt is meg fogjuk nézni, és közben megérkezünk azért a Sárga Taxiból most már a Boka és a Klikhez. Miért jött létre ez a csapat? Múltkor beszélgettünk róla, hogy a Taxi 15 évig futott, a Sárga Taxi, és utána pedig történt egy váltás. Én úgy gondoltam, hogy akkor már 15 év elteltével nem volt hiteles maga a Sárga Taxi tagokat tekintve, és úgy döntöttem, hogy akkor hozzunk létre egy formációt. Ebben a formációban első körben 4-en voltunk, tehát ez a Boka és a Klik, Csorba Peti barátommal, aki egyébként egy nagyon kiváló dobos, és mind a mai napig egyébként több projektben együtt zenélünk, illetőleg Mennyhárt Misi és Tóth Laci voltak az alapító tagjai a Boka és a Kliknek, amivel megcsináltuk egyetlen lemezünket, a Ráz meg Baby című lemezt, ezt csináltunk egy videóklippet is, és ez egy nagyon jó sikerült dolog volt, aztán ők úgy döntöttek, hogy más irányba mozognak, inkább a heavy metal, tehát a keményebb zene felé mozdultak, tolódtak el, és aztán így a Klik átalakult, és aztán egy rövid úton lezárt történet volt. De egyébként nagyon érdekes, hogy itt tulajdonképpen kicsit tovább vittük a Sárga Taxis rock and roll életérzést, talán egy picit változtattunk a zenei felhangon felütésen, de alapvetően majdnem mondhatjuk, hogy azt vittük tovább. A következő 3 képet kérem a kollégáktól, hogy mutassunk meg, hiszen erről beszélgettünk most éppen, itt már megjelent a Boka Bugi is. Igen, igen, igen. A Boka Bugi az már a Klik után egy olyan történet volt, ami nagyon szépen formálódott át tulajdonképpen egy aztán később akusztikus produkcióba is. Amit most látunk itt, ez a fehér zakós kép, ez egyébként még a Boka és a Klik kapcsán készült. Ez akkorról csak annyi egy ilyen zárójelet hagynyissak, hogy a Komár Lacitól kaptam egyszer egy fehér zakót. Na ez az a fehér zakó. Azt mondta, rám ruházza, mert ő már kihízta. Egyébként én még nem hisztam ki, de ezt nagyon szerettem, ezt a fehér zakót. És akkor hadd említsem meg Nagy Gyurit a háttérben, aki egy fantasztikusan jó gitáros, úgy képvisel, és egy olyan stílust képvisel, amit ma már nagyon kevés gitáros, tehát ezt a Shadows feeling, ezt a Shadows hangzást. Én nagyon szeretem a Gyurit, nagyon szeretem az ő gitárjátékát. Nem véletlenül a Vallomás című dalban, a videoklipben az ő gitárszólóját hallhatjuk majd. Egy brilliáns muzsikus és nagyon jó ember. Itt pedig a folytatás, hogy szabad a képeket, akkor igen, így alá festenem. Na itt már a Boka Bugi Band van, két gyönyörű lányjal, Csillag Katával, aki állandó kísérője volt az én zenei pályámnak, illetve Verpulác Andrea Porcuki. És itt már a Boka Bugi Band egyébként Farsang Gergő, Tóth Peti által is ismert, kedvelt Mics Marci és a Csorba Peti, akit említettem. Na ez a Boka Bugi, hát itt már aztán akusztikus műsorokat is csináltunk, nagyon szerettem ezeket a nagyon szép lírai, törékeny akusztikus műsorokat. Itt egyébként, ha jól emlékszem, éppen egy táncos műsor után vagyunk. Megérkeztünk az akusztikus műfajhoz. Igen. Ugye a képeket is, ha látjuk, kétféle gitár van a kezedben. Az egyiken az elektromos, a másikban az akusztikus. Melyik áll közelebb hozzád? Hát én ugye nem vagyok egy nagy gitáros, és elsősorban az akusztikus gitárt szeretem használni. Már csak azért is, mert zeneileg közelebb áll hozzám ma már meg végképp az a fajta törékenység, amit az akusztikus gitár képvisel. És nagyon szeret
szerettem és szerettem is azokat az akusztikus műsorokat, amiket egyébként csináltunk akár ezzel a formációval, akár csinálunk most például Esze Zsolttal közösen, kiegészítve azzal, hogy Zsolt ugye egy brilliáns technikával rendelkező billentyűs, és ketten csinálunk most egy nagyon szép akusztikus műsort, de hozzám most már azt hiszem közelebb áll az akusztikus gitár, és nagyon szeretem az akusztikus gitár hangját, hangulatát. Azt említetted már az előző műsorban, és most is többször, hogy csak ebből a rock and roll műfajból pihensz meg egy kicsit, de amellett azért zenélsz továbbra is színpadon, és akkor itt érkeztünk meg a Duódához. Igen. A Duóda együttes egyébként nagyon régi történet, 2012-ben alakult valamikor. Hát Grassi Csanitával csináljuk közösen, ketten vagyunk, ugye ebből a szójáték, hogy Duóda. Anita egy végtelenül profi, tehetséges, hogy fogalmazok, egy hisztimentes nő a történet. Mutassuk is meg közben őt is, hogyha ez, lehet. Ez egy nagyon nagy csoda, tehát amikor valaki úgy tud együtt dolgozni egy férfi és egy nő, hogy nincs közöttük semmilyen típusú konfliktus. Na most azért egy férfi és egy nő között, ha másból nem, egy női hisztiből, és elnézést kérek minden kedves hölgytől, tőled is és mindenkitől, de azért ebből fakadnak, és én sem vagyok mindig a túl könnyű eset. De Anitával valahogy úgy tudunk együtt dolgozni a leghosszabb műsorokban is, hiszen a Duóda együttes egy parti formáció, amivel, ahogy szoktam mondani, a sárga csekkek bűvöletében dolgozunk, tehát hogy azokat ki tudjuk fizetni, tehát egy szolgáltató történet. De ezzel együtt az Anitával a leghosszabb műsorok, vagy a legrövidebb show műsorok kapcsán sem soha nem volt 2012 óta egy szóváltásunk sem. Úgyhogy én őt nagyon szeretem, egy brilliáns dolgot csinálok, egyébként neki is megvan a saját útja, ő is egyengeti a saját karrierjét, de mikor így összeakadunk, akkor nagyon jó bulikat csinálunk. És hát énekelt együttesben is veled, ugye, igen, karácsonykor, amiről szintén hoztunk még egy képet, amit meg tudunk mutatni a nézőknek, ugye ez a Vörös Marti Rádió látvány stúdiójába készült, ezt felismerem, illetve a színpad. Aztán. Igen, ez a tavalyi adventi műsor, ugye tavaly milyen nagy ajándék volt, hogy még csináltunk adventi műsort, és ott lehettünk kint a forgatagban. Na idén erre már nincs lehetőségünk, de ez a tavalyi koncerten Anita hát a rock'n'roll projektbe is eljött és énekelt. Hát egyébként nagyon jó hangja van a rock'n'roll műfajhoz is, és egész univerzálisan lehet őt énekeltetni sok dologban. Úgyhogy ilyen formában is dolgoztunk. Igen. Bárhogy is fáj, lassan elszalad az időnk, itt az ideje, hogy megmutassuk az utolsó klipet, de utána még egy gondolatra és egy fotóra visszajövünk, tehát akkor most kérünk ismét egy klipet. Sutogva csendben, fél homályban, a szívemet kitárva, köszönöm, hogy megtaláltam őt. Már rég nem nézek más felé, csak rá. Már elhiszem, hogy nem csak szalma lát. Már nem nézem a régi képet, nem hiányzik semmi végre már. Már rég nem kérek mást, csak itt legyél, hogy fáradt lelkem hűs forrása légy. Mert eltűnt már a régi énem, büszkeségem rég a múltba vész. Veled már mindent megtaláltam, az ég. Feled már nem kísért, a múltam elhagyom. Mert az életem egy új esélyt kapott. Már nem félek, mert benned bízom rég. Bár szűk az élet, minden tiéd. Csendre vágyom, békességre, ölelj át és mondd, hogy van remény. Csak annyi kell, hogy két karodba zár, hogy csendre intsd a világnak zaját. Sebzett szívem megpihenjen, ha a szavaddal ringass végre el.
megtaláltam. Ajándékba adott az ég, veled már nem kísért a múltam elhagyó, mert az életem egy új esélyt kapott. Ezzel a klippel megérkeztünk a megjavult bukához, mert hogy ez már gondolom a feleségednek szól. Igen, igen, igen. Hát a megjavult boka az utolsó mondat, ugye a múltam elhagyom című felkiáltás volt. Igen, ez neki szól elsősorban és leginkább. Aki nagyon csalafinta módon nem hajlandó erről tudomást venni, nem foglalkozik azzal, hogy én dalokat írok neki, és egyáltalán, és ezzel is ingerel engem arra, hogy ezt megtegyem a folytatásban is. Nagyon ügyesen kezeli egyébként ezt a zenész létemet, nem viszi túlzásba az ajnározásomat, ezért én meg folyamatosan ajnározom őt. Sajnos a műsorunk végéhez értünk, és azt hiszem, hogy most van az a pillanat, amikor a búcsúképet majd kérem a kollégáktól, és hozzád egyetlen egy kérdés. Nyilván viszed tovább a duódát, nyilván klasszikus zenében is megjelensz a Vörösmarty Rádió mikrofonjánál, a Fehérvár Televízió kamerái előtt. El tudod képzelni egyszer az életed mikrofon nélkül? Hú, hát ez nagyon nehéz kérdés, és nyilvánvalóan szerintem te is tudod, hiszen ebben körülbelül együtt gondolkodunk, hogy mikrofon nélkül nem, ha más nem, a rádió mikrofonja nélkül nem. De abban biztos vagyok, hogyha úgy, ahogy a rock'n'rollt le tudtam tenni, és el tudtam engedni, hogyha abban a pillanatban, amikor úgy érzem, hogy ez kellemetlen, hiteltelen, látványban, hangulatban, minőségben már nem képviselhető, akkor bizonyára le fogom tudni tenni a színpadi munkáimat. Szomorúsággal nyilván ki kell mondjuk, hogy mindannyian elfáradunk, megöregszünk, és egy bizonyos idő után nem tudunk hitelesen képviselni dolgokat. Én most itt tettem a rock'n'roll-al, elengedtem, mert azt mondtam, hogy szerintem vannak már olyanok, akik ezt nálam jobb minőségben, magasabb színvonalon, külcsínyben, belbecsben jobban tudják képviselni. Tehát ha azt érzem, hogy én már alkalmatlan vagyok a színpadi létre, akkor valószínűleg meg fogom tenni, és abba hagyom. Hát kitartást, mert lehet az még nagyon messze, és nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. Én köszönöm. Kedves nézőink, a műsorban Bokányi Zsolt volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy velünk voltak. Viszontlátásra!